helyi választási bizottság ma délutáni ülésén nyilvántartásba vette a János István támogató aláírásokat. Ezzel a Fidesz-KDNP által támogatott politikus 3 nap múlva jogerősen is a július 10-i időközi önkormányzati választás hivatalos jelöltjévé válik. Bár a 72 órás bűnügyi őrizetből kiengedték Vancsura Istvánt, arra kérdésre egyelőre nem adott választ, miért tartott nála házkutatást a készenléti rendőrség. Vancsura történtek ellenére a baloldali frakció tagja maradt. Innovációra magyar hibrid konferenciát tartottak ma Kecskeméten az innováció fontos szerepéről, a gazdasági növekedés és a fenntarthatóság szemszögéből. Értékesítik a Rudolf Laktanya központi épületeit. A közgyűlés döntése alapján megújulhat az egykori istálló, lovarda és fogda épület is, amelyek a tervek szerint kulturális és szabadidős tevékenységeknek adnak otthont a jövőben. Újra helyére került Árpádka a városháza tetején, a szobrot még az épület felújításának kezdetén szállították el Hódmezővásárhelyre, ahol egy műhelyben megújult.